Mi ez a vasfüggöny? Ezt láttam már a neten, ezt a helyet. Ez egy elég híres tér itt Kutaisiba. Hol? Veszel napszemcsét? Hello. Szóval, amit itt most mögöttem láthattok, az tulajdonképpen százszor leírva egymás után grúz nyelven az, hogy I love you, vagyis, hogy szeretlek. És hát láthatjátok, hogy ez nem orosz, ez nem cirill betű, ez grúz ABC, hát az valami teljesen más, ami általunk megszokott betűktől. De hát ezért szép. Ezért szépek a nyelvek. Fingunk nincs, hogy hol vagyunk tulajdonképpen. Nem nagyon. Egy halvány lila gőzünk nincs róla, hogy hol lehetünk. Ugyebár nincs is internetünk itt még jelenleg. Szóval ez így még jobban megnehezíti a dolgokat. De majd azt is szerezni kéne, hogy azért megkönnyítsük a dolgunkat. Amikor a taxisofőrrel jöttünk, látom, hogy van Wendy's, és hát Magyarországon is volt, de én még csak az USA-ba ettem. És isteni, de nem tudom, azért Grúziában mégse hamburgert kéne enni, szóval nem tudom, még itt kipróbáljuk-e. De hogyha megnézitek építészetileg, nagyon hasonlít Budapestre például. Nem olyan magas, de díszített, európai stílusú. Mondhatni európai stílusban épült Grúzia is. Kicsit emlékeztetek, hogy Indiára. Emlékeztet Indiára? Kicsit, ja. Hát amúgy csak videókon láttam én még Indiát, ő itt a szakértő. De ja. Megvan ez a hangulat, a Európa és Kelet-Ázsia között. Fixen. A chicken store. Shop. Oh my god. Mik ezek a boltok? Ez még elmegy. Ez még okés, de hát a többi. Nekünk csak egy rendes kis ABC kéne. Valami kis CBA-szerű. Még kéne valami sört vételezni. De nagyon... nagyon limitáltak itt a boltok. Három termékre körülbelül. Mondjuk ez egy ilyen túl modern volt, ilyenben nem akarok bemenni, túl modern. Minden jó.
Keresünk egy ilyen, ilyen igazi tradicionális kis bódécskát. Erről beszélek, hogy milyen boltok vannak itt. Ez otthon elképzelhetetlen. Ez egy pince. Pincébe áró, ez kevés porték a helyet. Hello. Hello. Do you have beer? Beer? Yes, beer. One. One? Yeah. It's alcohol? Or alcohol free? Bavaria. Uh-huh. Good, good. Это Бавария. Cigarettes do you sell? No cigarettes. And where? Nowhere, I guess. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nem tudom, megint átbasztak-e, megkaptuk a turista árat valószínűleg. Na jó van ez. Jól van ez így. Mint a jó kis reggeli műsor. Na jól van ez így. Remélem nézitek, srácok. Can I have a red Marlboro? Red. Neked milyen kell? Red, yes. Adi. Tam. Thank you. Bye-bye. 5000 forint a cigi, srácok. 1000 forint. Hát jobb, mint otthon. 2200-ér, de ne dohányozzatok. Itt látható a helyi Duna. És a Lánchíd. És arra fent pedig a Rózsadomb. Szép, szép egyébként. Távolban pedig a hegyek. Gyönyörű hegyek vannak egyébként, ezt már egyébként észrevettük. Havas a tetejük, tényleg legalább ez a 3-4 ezer méter magasság. És jó, hát elég szemetes, az tény.
De hát nem egy embert láttunk itt, aki fogta, csak így beledobta innen a hídról, átmenvén a szemetét, de hát gyerekek, Grúzia, de nem a Balkánon van, de ez az extra Balkán. Eddig így tudtuk volna leírni, hogy ez az extra Balkán. Balkán plusz. A Balkán plusz. De jó, egyébként van egy feelingje. Srácok, nem is gondolnátok, de most, hogy kijövök a napra, olyan eszeveszett iszonyat meleg van, ami így november közepén így a Kaukázusban így nem gondolná az ember. Vagy ez csak én vagyok, vagy nem tudom, de ja, rohadt meleg van. Menjünk. Én nagyon szeretetik a kriptót, mert konkrétan mindenhol ilyen kriptoboxok vannak. Ó, nézd, itt van Sisa. Máté. Ne üljünk ide. A másikból. Gól másikban. Faszállat mindent kell, izé kipárázott faszak. Ülések vannak, tudod, mint a garázsban. Darázs. Darázs. Garázs. Ja, garázs. Melyiket kéne kérni? Nachtachtari draft. Az jó. 5 ér, tehát ilyen 650 forintért. Az mehet. Az fix. Kérjük? Kérhetünk? So we would like to have a hookah. One hookah? One hookah? With, can we get with two pipes? Okay. Or one flavor? This. I'm thinking watermelon. Watermelon is good, yes. Okay. One watermelon, yes. Yes. And okay. A beer also. Yeah. Two nachtachtari. Yes. Okay. Two beer. Two beer. Yeah, two beer. Okay. Thank you. Megoldottuk. Jön a két csörünk, a nachtachtari. Meg a fé. Meg a görg, dinnyes ízesítési huká. Ami, by the way, elég drága. Mert 6500 forint, tehát ennyiből a körúton kétszer meg vízipipázol. Ja, de hát van pénz. De azért elvitte a wifi kódot. Nagy lesz. Megnézem ezt meg a helynek a étlapját, hát a fent van. Ja, de nincs net. Hát így, most itt te, most mondtad. Egészségedre. Már túl teljesítettem a napi mozgás célomat. 200%-kal. Mennyi a mozgás célod így? Egy lépés? Nem tudom. Nem több. 500. Thank you. Use this. Erős amúgy, de jó. Most jöttünk rá, hogy mindenhol ilyen nagyon aranyos kis ilyen utcakutyák vannak. Itt is, ott is van egy a lépcsőn mögött is. Most éppen delelnek. Ja, csak nem merjük megsimogatni, mégis egy utcakutya. Ja, és van valami a fülükben. Meg vannak előve ezek a kóbor kutyák. Mint a terek. Ja.